Sziasztok, Ancsin Gábor vagyok, a Pixeged játékosan, nézzétek ti is az NSO TV-t. Józanító pofont kapott a Pixeged férfi kézilabda csapata a Metalurg Skopjétól a Bajnokok Ligája selejtezőjének első mérkőzésén. A magyar bajnoki ezüstérmes 26-16-os vereséget szenvedett úgy, hogy a második játékrészben összesen 5 gólt dobott. Hihetetlen mennyiségű hibát követtünk el a második félidőben, ami azután, hogy az első játékrészt jól kontrolláltuk, csak nehezen érthető. Labdákat adtunk el, rosszul lőttünk a kapura, amiből könnyű gólukat dobhatott a Skopje, ezzel pedig nagy arányú győzelmet aratott. Sokan nem irigyelhették a spanyol mestert. A jelentősen átalakult csapattal alig több mint egy hónapot gyakorolhatott a BL selejtező előtt, tette a dolgát és rendületlenül hisz abban, hogy ez eredményre vezet. A visszavágó előtt sem tűnik idegesnek. Nem most kell, hogy feszült legyek, arra ott van a vasárnapi mérkőzés. A csapatnak is azt kell látnia, hogy nyugodtak vagyunk és tudjuk a dolgunkat. Meg kell találnunk a legmegfelelőbb taktikát a mérkőzésre. Persze kérdés, mire lesz elég a legjobb forma a visszavágón. A továbbjutás ugyan távolinak tűnik, de alakulhat úgy a mérkőzés, hogy szóba kerülhet. Csupán azt szeretném látni a pályán, hogy az első perctől kezdve koncentráltan harcolnak a játékosaim, egészen az utolsó másodpercekig. A meccset meg akarjuk nyerni, és ha lehetőségünk nyílik a továbbjutásra, akkor éljünk vele. A Pixeged történetében nem lenne egyedi a bravúros továbbjutás. Pont 20 évvel ezelőtt az ukrán Brovári otthonában kapott ki a csapat 12 góllal, majd a visszavágón 13 találat volt a csapatok között. A szurkolók szerint 20 évente egy csoda belefér.